Délelőtt a Kígyó utcán gyülekeztek a biciklitúrás átadóra többek között kerékpáros egyesületek képviselői, gyerekek, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselő. Azáltal, hogy a kerékpárral könnyebben eljutnak az itt lakók egyik helyről a másik helyre, tehát helyváltoztatást könnyebben meg tudják ejteni, mint autóval, ezáltal ugye óvjuk, védjük a környezetünket. A másik, amit szerintem nagyon fontos, és most utolsóként említem, de akár elsőként is említhetném, az egészségmegőrzés szempontjából, hisz maga a kerékpározás egy nagyszerű sport, szórakoztató, kikapcsolódásra alkalmas, és ha már valaki kerékpározik, akkor tett valamit az egészségéért. Nyíregyháza kerékpárút hálózata folyamatosan bővül az elmúlt években, a kétkerekűvel közlekedők azt mondják, biciklis barát a szabolcsi megyeszékhely, örülnek az új, összesen közel 8 kilométeres kerékpárútnak. Én minden nap kerékpározom a barátnőimmel, egy héten kétszer a bringatúrával. Nagyon örülünk, hogy ilyen sok kerékpárút adatott meg nekünk. Nagyon szeretek a szüleimmel, meg az osztálytársaimmal biciklizni, és nagyon jó a bicikli út a városban. A megvalósult kerékpárút nyomvonala a Debreceni úton, a Kígyó utca Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig halad, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet a Kálói útig. Ott a városközpont felé, valamint Nagykáló irányába a Csárda utcáig is elbiciklizhetnek most már a kerékpárosok. A borbányaiak nevében Bajnai Kornél képviselő köszönte meg a fejlesztést. Nem is egy kerékpár utat kaptunk, hanem egyből kettőt kaptunk. Meg kaptunk Tünde utca felől is egyet, és kaptunk a Kálói út felől is. Tehát nagyon-nagyon gyorsan és könnyen meg tudjuk közelíteni a belvárost. Tehát én azt gondolom, hogy a kerékpáros közlekedés igen-igen erőteljesen fel fog futni. Tehát ami azt jelenti, hogy nagyon sokan fognak most már kerékpárral járni a belvárosba, esetleg a munkahelyekre. A beruházás közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósult meg, hiszen az érintett debreceni, Kígyó, Kálói, Szent István és Tünde utcákon jelentős munkaerő áramlás is zajlik. A Tünde utca egy iparterület. Rengeteg ember jár ide dolgozni, és nem szükséges igénybe venni a gépkocsit. Ezen az útvonalon most már biztonságosan lehet közlekedni. Nagy forgalom utcáról beszélünk, a Tünde utcáról. Nagy a kamionforgalom rajta, nagy a balesetveszély. Ezt követően egy igen biztonságosan közlekedhető város része lett a kisteleki szőlő ezen szakasza és a kerékpárosok részére. Az új kerékpárút Csárda utcai végénél adták át a fejlesztést. Közel 8 kilométer kerékpárút készült el, amely bekapcsolja Nyíregyházának Borbánya nevű városrészét. Hálózat kibővül, ezzel már 71 kilométert meghaladja a kerékpárút hálózata a városunknak. Én azt gondolom, aki ismeri Nyíregyházát, látja, hogy 2011-től teljesen megváltoztatta a város képet. Nem is tudom hányszor, 50-szer, 100-szor annyian bicikliznek. Gyerekeket elengednek, biztonságosak a kerékpárutat, és ezt szeretnénk folytatni a következő években is. A közel 8 kilométeres új kerékpárút egy több mint 2 milliárd forintos projekt keretében valósult meg.